Hagyományosan felvonulással és istentisztelettel vette kezdetét a Szatmár határok nélkül rendezvény a hétvégén Nagyecseden. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület által immár 5. alkalommal szervezett találkozó célja, hogy a szatmári régióban élő hasonló földrajzi adottságokkal, kultúrával és történelmi múlttal rendelkezőknek találkozási lehetőséget biztosítson. Mi ezt a határt igyekszünk legalább egy napra eltörölni. Ezért is az a rendezvényünk neve, hogy Szatmár határok nélkül. Aki már járt Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, Börvejben is sorolhatnám a Szatmár túloldalán lévő településeket, rájön, hogy hasonló típusú embereket találott. Tehát a határ nem tudta ezt elválasztani. Ugyanúgy beszélnek, ugyanazt a diftongust használják, ugyanúgy főznek, ugyanazok az ízek, ugyanaz a gondolkodás. Hát ha ez így igaz, akkor találjunk egymáson. És ez az alkalom, ez mindenféleképpen megfelelő erre, és maga az Egyesület is ilyeneket tűzött a zászlajára. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke elmondta, a nagyecsedi templomban mindig nagyon jó érzés prédikálni, hiszen ez a reformáció szatmári fellegvára, a rendezvény pedig jó lehetőséget ad a református hagyományok átörökítésének. Azt gondolom, hogy a külső határok lebontása olykor könnyebb, mint azoknak a zárványoknak, elhatárolódásoknak a feldolgozás, ami bennünk van. Erről szólt a prédikáció, hogy Isten arra biztat bennünket, hogy próbáljunk meg a sok szolgalelkű gondolattól megszabadulni, felszabadulni arra, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, azaz vagyunk valakik, akiknek nem csak személyi számuk vagy kódjuk lehet, hanem van saját nevük, személyiségük. Aztán egy másik nagyon fontos gondolat a szabadságban, a belső szabadság szempontjából, hogy nem kell nekünk elhallgatnunk dolgokat, hanem azt ki lehet mondani, lehet kiáltani. Ez a célzott kiáltás a Biblia nyelvén az imádság, amiben nagyon sok mindent el lehet mondani. A találkozónak Nagyecsed már második alkalommal volt a házigazdája. A polgármester elmondta, külön büszkeség, hogy az ő városuk templomuk adhatta a rendezvény helyszínét. 1870 óta áll a református nagy templom itt a Nagyecseden, és ugye ez külön büszkeségünk, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek a mi állításunk szerint a harmadik legnagyobb temploma, és egyben Nagyecsed a szatmári református egyházmegyének a legnagyobb református gyülekezete. A találkozó kísérő rendezvényeként felléptek a térség hagyományőrző táncegyüttesei, megkóstolhatták a látogatók a jellegzetes népi ízeket, és a Berei József helytörténeti gyűjteményben egyházi tárgyi emlékekből nyílt kiállítást is megtekinthették az érdeklődők.